E férfiú Koltai Viktor, aki foglalkozását tekintve feltaláló. Hogyan képzeljük el egy feltaláló életét? Egész nap gondolkodsz? Azt is lehet mondani, hogy gondolkodom, de általában ötletelek, és nagyon jó ötleteim szoktak támadni, az javarészt a közlekedés biztonságot érinti. A legjobb ötleteim azok általában a fürdőkádban születnek. Mi mindent találtál fel eddig? Az első találmányom egy fékúcsökkentő bevonati rendszer volt, amit a közutakon lehet alkalmazni, elsőként gyalogátkelők előtt, útkanyarulatokban, és ennek az a szerepe, hogy ne gázolják rá az embereket. Ezen kívül? Ezen kívül volt egy kerékpárutas világító burkolati jel ötletem is, ami városok között létesül olyan helyeken, ahol nincsen világítás. 10 éve foglalkozom közlekedés biztonsággal, és az első találmányom volt a csúszásgátló burkolat. Te ebből élsz? Igen. Ó. Igen. Mi a legújabb találmányod? A legújabb találmányom a vadgázolás elleni rendszer. Az mi? Ez azt jelenti, hogy közlekedünk a gépjárművel, és nem fog elénk jönni egy őz váratlanul. De hát vannak ilyen sípok, vagy... Igen, a köztudatban az a neve, hogy vadcsíp. Igen. Ezek az eszközök nem működnek, vizsgálati jegyzőkönyvek készültek, bemértem ezeket az eszközöket, és nem működik. Tehát nem ad ki semmilyen hangot sem. De hát azt mondták, hogy azért nem ad ki hangot, pontosabban ad ki hangot, csak az emberi fül nem hallja, és a vadállat meghallja, mert olyan frekvencián szól. Igen. Az ultrahang az 20 kHz felett tekinthető ultrahangnak. Ezek az eszközök nem ultrahanggal szólnak, szájjal megfújjam akkor. Tehát bírói sípnak lehet használni, de viszont, hogyha ezt az autóra szereljük, akkor semmilyen hangot nem ad a mérések alapján. És a tiéd? Az enyém a 120 decibellel szól, 300 méteres a hatósugara, és vizsgálati eredmények alapján az enyém az működik. Próbáljuk ki. Próbáljuk ki. Mind a kettőt. Mind a kettőt. Első próba, hagyományos vadriasztó, vagy síp? Síp. Vagy síp. Vagy síp, oké. Köztudatban így szerepel, hogy vagy síp. Hogy kellene ennek szólnia? Hát ennek így kellene szólnia, meg fújj meg, próbáld meg. Innen? Nem, hanem ahonnan a levegő áramolna. Tehát ez egy... Igen. Ugye? Ez les volt. Igen, ez les volt. Les volt, vagy szöglet. Menjünk. Menjünk. Egy országutas tempót fölveszünk, 90 km/h. Igen. Ha lehúzod az ablakot és kirakod az eszközt, akkor ennek a szél által működnie kell. Hallunk valami hangot? Én 90-nál megyek. Én nem hallok semmit. Én sem hallok semmit. Akkor ez működik, ez az eszköz? Valószínű, hogy nem. Most pedig akkor a te találmányod következik. Mehet? Mehet. Ez végig sípolt. Ez végig sípolt, igen. De akkor ezek a sípok... Ezt nem értem. Hát ezeknek a sípoknak semmi értelme nincs. Ez az eszköznek a legnagyobb problémája az, hogy hamis biztonsági érzetet kelt, és ezáltal baleset veszélye. Feltalálónak lenni nem lehet egyszerű, mert ha nem találunk fel semmit, akkor nincs mit enni. Viszont a hozzád hasonlóak miatt jut előrébb az emberiség, úgyhogy minden tiszteletem a tiéd. Köszönöm szépen.